Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Hogyha ránéztek a felvezető képre, egyértelmű lesz mindenkinek, hogy egy képekkel, grafikus imidzsekkel foglalkozó beszélgetés lesz, azaz szeretnék bemutatni egy nagyon kényelmesen használható képnézegető, képkatalogizáló, képrendezgető és képmanipuláló programot. Miért van erre szükség? Egy bizonyos idő után megfelelő mennyiségű kép össze fog gyűlni a géperen. Ha te ezt valamilyen rendszerben nem rakosgatod bele, azaz nem katalogizálod, akkor a végén nem fogsz semmit megtalálni. Nekem az alapszakmám olyan, fényképészként kezdtem életemet, hogy megszoktuk azt, hogy a negatívokat, a képeket katalogizálni kell, mert 5-10-15-20 év múlva is elő kell venni azokat a képeket. Azaz valamilyen szinten érdemes természetesen a képeinket katalogizálni, illetve a másik gondolat, hogy könnyed, egyszerűen használható nézegető nélkül ezeket a képeket, imidzseket nem igazán tudják kezelni az emberek, hiszen hogyha bonyolult a megnézése, tehát nem kényelmes, akkor nekik elmegy a kedvük az egésztől, hát végiglapozgatják egyszer-kétszer, aztán annyi. A másik gondolat természetesen az, hogy a Linuxra készült rengeteg jó minőségű képmanipuláló program, ilyen a GIMP. De a GIMPnek van egy nagy hátránya, ahogy múltkor is említettem, nagy. Nem mindig, az esetek nagyon nagy részében nem is kell akkora program, mint a GIMP. Nagyon jó a GIMP, csak annyit tud, hogy eltéved benne az ember. Egy egyszerű kép körbevágására, forgatására, kisebb manipulálására, a színek beállítására nem feltétlenül kell egy nagy programot használnunk. Én megtaláltam azt az ideális, számomra ideális középutat, amit a GTAMP nevű kis eszköz ad. Miért? Mert tudja katalogizálni a képeket, tudja rendszerezni, hát ezt jelenti a katalogizálás, meg tudok nézni benne gyorsan képeket. Megnyitom a mappát, amiben a képek vannak és megjelenik. Szuper! És tudom manipulálni is őket egy kisebb, szükebb keretek között. Azaz az alapindítása természetesen az, hogy odamész arra a könyvtárra, amiben a képek vannak, és aztán megnyílik a könyvtár, és látod a képeket. Ez nagyon-nagyon kényelmes. Mit tud még ez az eszköz? Hát kattintsunk rá egy képre, és nézzük meg. Teljes képernyő, beállítás háttérként, hát ezt is meg lehet tenni, hogy háttérképként berakod, mondjuk nem ez a fő funkciója, meg általában én nem is erre gondoltam, hogy hát ez lesz az, ami miatt én megszeretem, de ezt is tudja. Nyomtatni tudsz, és megnyitás, ezzel meg tudod nyitni más egyéb programokkal, ha éppen gondolod, és hát szerkeszteni, komolyabban szerkeszteni szeretnéd, akkor a GIMP-el is meg tudod nyitni. Kivágás, másolás, másolás, áthelyezés ide, a szokásos dolog, törölni is tudod, kettőzni is tudod. Ez fontos, ez a kettőzés, mert én nagyon kellemesnek tartom azt a funkciót, hogy van egy szerkesztő programba egy mentési funkció, kettőzés. Megkettőzi a képedet, van A kép, az eredeti, meg B, amit te manipulálsz, és utána nincs olyan, hogy nem tudsz visszatérni az eredetihez. Ez nagyon fontos. Törlés, kuka, oké. Megjegyzést tudsz hozzáfűzni. Minden képhez tudsz tárolni megfelelő mennyiségű és minőségű megjegyzést, azaz leírás, cím, hol készült, dátum, hol készült, címkét hozzá tudsz adni, a címkéket külön is hozzá tudod adni természetesen, a címkékkel is effektíve te katalogizálod egy kicsit a képeidet, értékelést is tudsz hozzá tenni, egy jól sikerült képnek kap mondjuk 10 pontot, kevésbé jól sikerült kép kap 5 pontot, és akkor már rögtön tudod, hogy ez a kép számodra milyen értékeket képvisel. A szokásos, hát hogy is mondjam, beállításokat meg tudod tenni, szerzői jogszerző, képaláírás, képaláírási cím, meg egyéb dolgokat be tudsz ide menteni. Szuper, nem? Rendbe tudod tenni a képeidet, és 20 év múlva is tudod, hogy mikor, hol, mi készült. Természetesen a címkéket emlegettük, és hozzáadás katalógushoz. Létre tudsz hozni katalógusokat, itt jelen pillanatban pontosan egy katalógust, illetve egy alkatalógust hoztam létre. A katalógusok itt oldalt meg fognak jelenni, azaz, hogyha egy képet hozzáadsz ehhez a katalógushoz, akkor természetesen bekerül abba a katalógusba. Az egy ilyen gyűjtő fogalom,
és hogyha megkeresed a katalógusok között az előbb összerakott katalógusodat, itt látod, a pingvinkét tettük bele ebbe a katalógusba, pluszba. Egyébként nagyon kényelmes, mert hogyha leválogatod a képeket csak annyira, hogy ezeket akarod a 100 felvétel, 100 kép közül azt az 5-öt szerkeszteni, berakod a katalógusba, hát mondjuk ez az alaphasználata, belerakod a katalógusba, és utána megnyitod a katalógust, azt, amelyiket éppen összeraktál, akkor már csak azokat látod, és azokat tudod manipulálni, igen, csak kényelmes, azaz katalógusokat is össze lehet rakni, például kirándulásodról, a családról, és egy kép több katalógusba is belehelyezhető, tehát úgy tudod rendezgetni a képeidet, akár írásos formába, akár egy ilyen nézegethetőbb formába, hogy katalógusokba, fakkokba behelyezed, és akkor csak azok jelennek meg a rákattintással, azaz rendbe tudod rakni az egészet úgy, ahogy neked tetszik. A következő gondolat természetesen az, hogyha egy képre rákattintasz, hát megnyílik a mappa, és abban lévő képeket szépen végig tudod nézni, természetesen ki tudod nagyítani, ilyesmivel nem igazán szeretnék jelen pillanatban foglalkozni, hogy egy képet ki tudsz nagyítani egész képernyősen meg egyéb. Az alapelforgatásokat meg tudod csinálni, de arra figyelj, nyilvánvalóan felhívja a figyelmet, hogyha elforgatod, akkor a képarányok, illetve a levágást be kell állítani, meg lehet tenni, forgassunk is el egy pingvines képet, és elforgatjuk, és azt mégsére kattintunk, és visszaforgatom, nehogy rosszul legyen a kis pingvin gyerek, látható, szuper! Azaz katalogizálni tudsz, címkéket nagyon szépen el tudod helyezni, így rendbe tudod rakni akarat és idő függvényébe az összes eddig elkészült képet. Ez egy favágó munka, de megéri, mert utána neked nem lesz gond azzal, a gyereket 3, 5, 10, 15, kinek milyen régi képei vannak, karácsonyi képeit, amikor örömmel nézi a fenyőt, vagy éppen a családi képeket hamar le tudod válogatni, egy-egy esemény, egy-egy akció, egy-egy történés, egy-egy motívum, egy-egy feladat, egy-egy projekt, hogy vállalkozói szinten is gondolkodjunk, egy-egy projekt képeit bele tudod rakni egy-egy katalógusba, és utána elő tudod szedni villámgyorsan. Hát a katalógusban lévő képeket megnézegethetjük, nagyon izgalmas háttérkép képeket rakosgattam össze, meg egyébeket szedtem ide bele a katalógusba. Hát nézzük meg, hogy mit lehet egy képpel csinálni. Ha rákattintasz, megjelennek a jellemzői, tehát a leírása megjelenik, a tulajdonságai, amik számunkra fontosak. Ha erre a kis ecsetre, vagy inkább ilyen vágó eszközre kattintasz, mit kapunk? Kapunk egy eszközpanelt. Nyilvánvalóan van lehetőséged menteni másképp. Manipulálás előtt mindig csinálj róla másolatot, vagy mentsd el másképp, vagy akármi, hogy vissza tudj térni az eredetihez. Nyilvánvalóan az eredetihez nem nyúlunk. Oké, a másik gondolat természetes színek, forgatás és formátum manipulálásra ad lehetőséget. A lehetőség nem gimp, nehogy valaki félreértse. Nem egy gimpet fogunk megismerni, megtanulni és használni. Nyilvánvalóan látható, hogy a kezelő szervek is hát viszonylag szükek, és a lehetőségek is viszonylag szükek. Azaz, hogy a professzionális munkát akarsz elvégezni, ezzel nem fogod tudni megcsinálni, de alapszinten el tudod végezni azokat, hogy oda tudd adni a havernak a képet körbevágva, vagy a ferde horizontot visszaállítva, normálisba, és egyéb ilyen dolgokat meg tudsz csinálni, kicsit világosítani, kicsit sötétíteni, a színgörbén tudsz egy picit igazgatni, nem is picit, nagyon kényelmesen meg tudod tenni. Nézzük is végig, hogy milyen lehetőségeink vannak. Automatikus a kontraszt beállítás, hát ezt én nem tudom, hogy ki használja, én általában Herótot kapok attól, hogy bizony automatikusan kontrasztot, színhőmérsékletet, egyebet állogatnak az emberek, jó-jó, de nem mindig azt kapjuk, amit szeretnénk. Van háromféle verzió, ki tudod választani, és közben természetesen látod azt, hogy hát milyen lesz, hogyha ezt választod, kiválasztod azt, ami számodra tetszik. Az elfogadás után, ha el szeretnéd fogadni, nagyon egyszerűen az elfogadásra kattintasz, és akkor a kép
meg fog változni, az lesz az alap beállítása, és amikor váltasz, akkor kérdezz rá, hogy ne mentse, mégsem akarod, vagy menteni akarod a képet ezen változtatások összességével, amit szeretnél elvégezni, nyilvánvalóan azért fogadtad el, de van egy menekülő út, hogy arra mégsére kattintunk, és akkor az adott kép visszaáll az adott alapállásba, eredeti állásba, azaz elég sokáig el tudsz jutni a piszkálgatásokkal, és utána mégiscsak vissza tudod vonatni az egészet, ha mégse akarod menteni, de hogyha menteni akarod, akkor mindenképp ments le, mert igen kellemetlen, hogyha egy képet manipulálunk, körbevágunk, elforgatunk, beállítunk egyéb, és utána elfelejtjük menteni, de ő úgyis rá fog kérdezni. Oké, általában olyan képeknél jó ez, és hoz érdekes dolgokat, amik képernyőmentések egy program ablakáról, egy kinézetről, egy asztali kinézetről készített mentés, ott igencsak kellemes hatásokat tudsz elérni, de mondjuk egy portrénál nem biztos. A színbeállítás, itt már azért egy kicsit oda kell figyelni, a megszokott beállítás gamma fényerő kontraszt STB-STB, meg a színegyensúly beállítása, a színeknek a szintjeinek, arányainak a beállítását meg tudod tenni, tehát csúszkával húzkodod, gyakorlatilag maga a csúszka is mutatja, hogy miről van szó, illetve itt a színteret, illetve a színeket be lehet állítani, mármint, hogy mit mutasson ez a kis hisztogram. Az RGB-n érdemes hagyni, hogy mind a három fő szint együtt lásd, és akkor már úgy egy kis tapasztalat után látod, hogy hát mit kellene piszkálni rajta. Itt lehet állogatni a lineális, illetve az egyéb grafikon megjelenítést, azt használod, ami tetszik, érdemes mind a kettőt kipróbálni. Nyilvánvalóan, ha az előnézetet bepipálod, akkor itt látod, ha nem pipálod be, nem látod a változtatást. Nézzünk is meg, hát látható, azt hiszem szépen mutogatja maga is, hogy világosít, sötétít, a fényerőt csökkenti, vagy emeli a gradációt, emeli a kontrasztot, illetve a telítettséget, szín telítettséget, tudod szín erejét változtatni. Nagyon érdekes, egy kis kitérés, az az elgondolás, hogy a telítettségnél lehúzod a telítettséget minimálisra, és akkor kapsz egy monokróm képet, nem fekete-fehéret, én inkább azt mondom, hogy monokrómot, és ezzel nagyon szépen be tudsz állítani egy színes képből egy fekete-fehér monokróm képet, ami érdekes hatással van. Miért? Mert manapság mindenki színesben látja a világot, egy monokróm háttér, egy portré monokrómba való áthúzása ilyen egyszerű módszerrel érdekessé tudja tenni azt az adott képet. Kiri a sok csiricsári színes kép közül, természetesen én most visszahúzom az egészet nullára, oldalt lehet egyébként látni a számértékeket is. Lépjünk is tovább. Majd miután kiléptünk ebből a funkcióból, lépjünk tovább, nézzük meg élesség. Az élességet tudod állítani, hozzáteszem, az élességet csak szimulálni fogod, de életlen képből, sokan úgy mondják, hogy homályos, persze nem így kellene mondani, életlen, rosszul fókuszált képből nem fogsz csodát tenni, de hogyha egy kicsit így nyomkodod, húzkodod a csúszkákat élesíteni, illetve hát egy picit lágyítani tudsz a képen, egyetlen egy megjegyzés, nagyon jól lehet használni, mondjuk vonalas ábráknak az élesítésén egy-egy monitor fotóról. Nagyon jó minőséget tud tenni, hogyha egy kicsit ráhúzod az élességet, és utána olyan jobban néz ki, jobban elválnak azok a vonalak, azok az írások, azok a gomb kinézetek, amikről te esetleg egy szöveges fájba beszeretnéd illeszteni a képet. Oké, a következő monokrómá szürke árnyalatossá változtatja át a képet három fajta módon, egy átlagos, egy fényerősségre, illetve a telítettségre fókuszáló, nyilvánvalóan nem nagy különbségek lesznek, de egy monokróm képet össze tudsz hozni, minden további nélkül lépjünk is ki, nem sok mindent lehet erről mondani. Színgörbék beállítása, na hát, hogyha te ennek a használatát elsajátított párszor begyakorlod, profi módon olyan képeket tud csinálni villámgyorsan,
hogy más azt hiszi, hogy órákat töltöttél vele. Színgörbéket, a színgrafikonokat szépen kirajzolja, és te fogod ezt a vonalat, és egy kis gyakorlás útján elmozgatod, látható, és egy idő után ráérzel, hogy melyik mozdulat milyen elmozdulásokat hoz, milyen értékváltoztatásokat hoz. Nyilvánvalóan nem ide toljuk meg egyéb, hanem finoman mozgatjuk a pöttyöt az egérrel, és szépen mozognak az értékek. A színeket külön tudod változtatni, tehát most csak vörös árnyalatot erősítesz, csökkentesz, és szépen, nagyon szépen be tudsz bármit állítani, az értékre tegyük vissza, hogy az összes együtt mozduljon, és akkor nyugodtan tudod mozgatni, és a visszavonás nyomkodása erőteljesen segíti az embereknek a jólétét, hiszen hogyha véletlenül valamit eltoltál, vissza is tudod tolni. Megérdemes ezt tanulni, én nekem az a magán véleményem, hogy a legtöbb képet ezzel a színgrafikonnak a picike kis megváltoztatásával erőteljesen tudod majd javítani. Nyilván egy másik képen ugyanígy megtehetjük, és attraktív változásokat tudunk létrehozni a színtérbe, és egyszerűen elérhető módszere nagyon szép eredményeket lehet összeszedegetni, na gyorsan vissza, mert ez nekem még kell, és akkor keressünk egy másik lehetőséget, speciális beállítások. Ez a speciális beállítás az, ami, hát vagyis mondjam, különböző verziójú, hát effekteket rak rá, különböző mintaképeket csinál, klasszikus, én inkább a klasszikus helyett a szépia színezést, a barnítást, a kénmájas barnítást, régen kénmájjal barnítottunk, eléggé büdös és veszélyes vegyszer volt, de nagyon szép hatásokat, ennél lényegesen szebb hatást lehetett elérni, de melegebb, hidegebb tónust, friss kék, talaj, egyéb ilyen beállítások vannak, nagyjából felejtős az egész, hiszen hogyha valamit be akarok állítani, beállítok kézzel, szín pipetta. Ez a szín pipetta engem az elején megtévesztett, mert én azt hittem, hogyha rápipettázok valamire, kijelölöm a szint, meg tudom változtatni, de sajnos nem, csak az értékeit adja meg. Tehát, hogyha ennek a zöldnek az értékét meg szeretném nézni, akkor megadja az vágólabra, kerül, be tudom illeszteni. Azaz egy kép színét ki tudod pipettázni, lopni, hogy csúnyán mondjam. Jellemzően olyanoknak kényelmes ez, aki mondjuk a kép szerint valamilyen színbeállításokat, betűszíneket, egyebeket szeretne beállítani, mondjuk egy honlapon a képhez igazítva, vagy egy háttérképet szeretne háttérképnek használni, és a különböző konkét, vagy a tint kettes bárt, vagy akármelyik bárszíneit hozzá szeretné igazítani, kényelmes kis színlopó eszköz, persze van más is, ezért nem érdemes csak ezt a programot használni. Következő a vörös szem eltüntető effektus, az gyakorlatilag nem tudom bemutatni, mert vörös szem. Tudjátok, amikor szembe vakkúzzátok szerencsétlen emberkét, és vörös lesz mind a nyuszinak a szeme, és világít, azt ezzel el tudjátok tüntetni, de a magyar Arch Linuxnak a logója nagyon jó, mert itt vörös van, ő a vörösre érzékeny, és rányomsz, és akkor ő barnává teszi a vörös szemet, és hát nagyon-nagyon jó lesz. Nyilvánvalóan ennél professzionálisabb, automata vörös szem eltüntető dolgok is vannak, de itt is azt mondom, sokszor a manuális munka sokkal jobb és szebb eredményt hoz. A forgatásról nem sok mindent tudok mondani, elforgatja, illetve tükrözi a képet. A másik, ami igazából érdekesebb, ez a kis forgatás, kis ikonka, rámész, és fogod, és kézzel tudod szabályozni. Nagyon szépen tudod szabályozni, azt is szabályozhatod, hogy az eredeti méretű kép legyen meg, határoló doboz legyen, tehát az egész kép rajta legyen, mivel hogyha te elforgatod a képet, a sarkok kikerülnek, ide meg üres hely kerül, tehát ezt be tudod állítani, szegélyeket vágja le, azt hiszem ennél többet igazából erről nem tudok mondani, illetve, de igen, mert ha az igazításra rákattintasz, akkor egy vonalat tudsz húzni, egy akármilyen vonalat, mondjuk a perspektíva fedőn tartotta a fényképezőgépet, telefon, és hát a víz az egyik oldalon kifolyik, a vízszintes perspektíva, a horizont felde lesz, alapvető hiba, erre érdemes figyelni.
mert eléggé trém munkát jelent az, hogyha ferde a horizon. Na mindegy, azt be tudod állítani, aznak a annak a szintjét meghatározod előbb látott vonalal, és utána már egyértelmű, a szöget itt is tudod mozgatni, hát azt hiszem egyértelmű, hogy szépen tudjuk forgatni a dolgokat. Szuper, igaz? Valljuk be, egész kényelmes és jól használható eszköz. A következő megoldás a formátum beállítása, ez egy kicsit csalóka, mert nem a formátumot állítod be, mármint a képformátumot, hanem méretezed a képet, nagyítani tudod a képet, tehát képpontba megadott vagy százalékos nagyításba meg tudod adni azokat az értékeket, ami szerint nagyítani, kicsinyíteni, a dimenziót változtatni szeretnéd. A méretarány, ez nagyon figyelj arra, kényelmes dolog, hiszen a megszokott méretarányok szerint tudod arányban szépen kicsinyíteni, nagyítani, illetve az arányra rákényszeríteni a méretet. Így megfelel a képernyőmhöz, hogyha háttérképet szeretnék, a 1287-20-ashoz már egyértelműen át tudom állítani, de akármilyen egyéb ilyen formációt össze tudsz hozni, hiszen a szélességet, magasságot külön is tudod változtatni. A következő gondolat a vágás, hát erről sem nagyon tudok mondani, kijelölöd, hogy hol és mekkorára szeretnéd vágni, szélesség, magasság, pixel, pozíció, maximalizálás az egész, illetve középre kerüljön a vágó jelzés, hát egyértelműen meg lehet adni, illetve itt is nagyon kényelmes az, hogyha van egy jó nagy képed, mondjuk 2000x3000 pixeles, és abból te szeretnél kivágni egy 1287-20-as arányban valamit, akkor ebben a mozgatásban, ebben a beállítással szépen arányt látod, és akkor pontosan az arányok megmaradnak, és utána már te nagyon kényelmesen tudsz dolgozni, hiszen amíg az 1287-20 az én képernyő mérete van ide beállítva, odáig akárhogy mozgatom ezt, az aránya, az oldalaránya megfelelő lesz, az arányt megtartja, és a kivágást én szabályozni tudom, és akkora és olyan összeállítású, arányösszeállítású lesz, amilyenre én szeretném, azaz nagyon kényelmes, nagyon kényelmes. Elmondható az, hogy egy kis gyakorlással ezzel a körbevágást, a forgatást, a méret növelés csökkentést, illetve alapvető technikai beállításokat meg tudod tenni, tudsz katalogizálni, ennél többre igazából nincs szüksége az embernek egy-egy átlagos munkához, egy-egy átlagos internetre felkerülő képre, egy blog bejegyzéshez, odaillesztett képhez, háttérképkészítéshez, családi egyszerű képek körbevágására, picit világosítok, picit sötétítek, egy kicsit döntöm, mert ferde lett a horizont, felkiáltású munkára ezek kiválóan alkalmasak. A következő a beállítások. Hát ne menjünk a beállításokhoz. A beállításokat érdemes átnézni. Alapvetően az alapbeállítás elegendő lesz a bemutatónak, tehát egymás után, hány másodperc után váltson. A mentés milyen formátumban történjen, ezt azért nézd át, mert esetleg neked a JPEG-nek a minősége jó lenne, a 100% lenne, tehát a leges legjobb lenne, vagy a PNG-nek is tömörítésen nagyobb, kisebb, minőség jobb, minőség rosszabb. A TIFF-nek az egyéb beállításait is meg tudod tenni. Át kell nézni, de nagy beszélni való ezekről nincs, hiszen ezek a beállítások a legtöbb programban hasonlóképpen meg kell tenni, gyors billentyűket átállíthatod. Én azt mondom, hogy itt azért érdemes egy kicsit a gyors billentyűket átnézni, akik szeret billentyűről dolgozni, annak nagyon kényelmes. Kiterjesztések. Ezek nem azok a kiterjesztések, hogy PNG meg JPG, hanem a hozzáadott pluginoknak a ki- vagy bekapcsolását fogja neked megadni. Alap esetben minden be van kapcsolva, amiket nem használsz, kikapcsolod, és természetesen akkor ez a kezelőpanel, illetve a lehetőségek szűkülnek. Ha a több kiterjesztéssel kattintasz, csalódni fogsz. Azt hiszem plusz egy kiterjesztés lehet még pluszba hozzátenni. Én gyakorlatilag ezekkel nagyon szépen el vagyok. Örülök neki, hogy ilyen szép és egyszerűen használható programot sikerült felhajtanom.
A következő dolog az export ide, importálás innét. Hát természetesen, hogyha egy képet a Facebookra ide-oda fel akarsz rakni, akkor ebből is meg tudod tenni, de én inkább manuálisan szoktam, importálás. Ugyanúgy működik eltávolítható eszköz, mondjuk a fényképezőgép, ha olyan vagy telefonról, az adott mappába, illetve katalógusba be tudod importálni a képet, illetve egy mappából is tudsz importálni. Gyakorlatilag érintettük a dolgok tetejét, kapirgáltuk a lehetőségeket. Én azt mondom, hogy azért, mert ez egy ilyen tripla feladatot ellátó dolog, manipulálni tudod alapszinten a képeket villámgyorsan és egyszerűen átláthatóan, katalogizálni tudod a cuccaidat, hát ez is egy nagyon kényelmes dolog, illetve a alapfunkciója az, hogy képeket tudsz nézegetni, bemész a könyvtárba, ahol a képek vannak, és meg tudod őket nézni, meg tudod tekinteni, amelyiket szeretnéd manipulálni, rákattintasz, alul megjelenik, hogyha az a beállítás a válogatósor, középett a kép, és utána manipulálhatod is a képet. Ezen én szeretnék egy nagyon picit sárgítani, hogy melegebb legyen, meg egy kicsit világosítani, sötétebb képernyőn, sötétebb monitoron is jól nézzen ki, és elfogadom, és amikor ellépek róla, akkor a mentés megtörténik, és azután úgy lesz. Ez a kép esetleg méretezésre szorul, körbevágásra szorul, mert hogyha háttérképnek szeretném, akkor hát nyilvánvalóan torzítani kell, illetve körbe kell vágni, abba az képarányba, amiben kell, én körbevágom, elfogadom, és amikor el akarok lépni, megkérdezem, hogy na hát valóban akarod, vagy csak játszottál, és akkor le is tudom menteni, és utána már ezt a könyvekről szóló dolgaimhoz, ez már szépen simán be fogom tudni dobni, hiszen az aránya olyan lett, amire én szerettem volna. Szuper, nem? Egyszerű. Egyszerű, és három funkciót ellát. Mindenkinek azt javaslom, próbálja ki, nézze meg, töltse le, ha tetszik, használja, nekem nagyon bejött ez az eszköz, bevallom, villámgyorsan a honlapokra, villámgyorsan a szövegekbe, villámgyorsan a háttérképekhez meg tudok tenni bármit, illetve nyilvánvalóan a családi fotók gyors körbevágására, gyors megnézésére, vagy egyéb fotók gyors átlapozására nagyon-nagyon alkalmatos, és hogyha gondolja az ember, egyértelműen el is tudja forgatni, fekvő álló formátumokat változtatni, és utána megteheti azokat, amiket szeretne. Azzal a képpel köszi szépen, sziasztok!